az igazság órája. Sorskérdésekről őszintén az Alapjogokért Központtal. A műsorvezető Pindrok Tamás. Ez itt az igazság órája, köszöntöm a nézőket és a hallgatókat, az Alapjogokért Központ és a Hír FM közös műsora. Mai vendégeink Törcsi Péter, az Alapjogokért Központ operatív igazgatója, szervusz, jó napot kívánok! Sziasztok, jó napot! És Tóth Erik, az Alapjogokért Központ kutatási igazgatója, szervusz, jó napot kívánok! Sziasztok! Én Pindrok Tamás vagyok, és akkor kezdjük is progresszív globalista elit. Hát nagyon szorongatja az Európai Uniót, ez az első témánk. A második fél időben pedig egy kicsit belpolitikázunk, ez a kréme krémje, a Momentumon belüli viták, a Momentum DK együttműködés, hát már dörzsölöm erőre a kezem, hogy mit fogtak mondani, mert nagyon izgalmas téma. De kezdjük először is az Európai Unióval és a globalista elittel. Miért kell szuverenitásvédelmi csomag? Miért kell a nemzeti konzultációban erre fókuszálni a magyar kormánynak? És hogy szorítja a globalista elit az Európai Uniót? Péter. Ezt így egyszerre? Így most öm lesz le. Én hátra gyülök. Hát honnan kezdjük? Hogy ezek kommunisták. Hát kezdjük ezzel. Azt szerintem a hallgatók meg a nézők is fontosan tudják. Nyilván kommunisták, de tehát alapvetően szerintem kezdjük ott, hogy van egy olyan törekvés, főleg a francia-német tenger részéről, hogy dobjuk ki ezt az egyhangúságot a tanácsból, erre a állam és kormányfőknek a testületének a döntéshozatalából, és legyen egy minősített többségi döntéshozatal. És nyilván elsőre úgy hangzik, hogy legyen gördülékenyebb az EU-nak a működése, és ne legyen egy kis állam, ne legyen meg annak a lehetőség, hogy akár egy kis állam, mondjuk a 400 ezeres Málta kerékkötője tudjon lenni annak, amit a maradék 450 millió európait képviselő 26 tagállam szeretne véghez vinni. És ez így elsőre úgy hangzik, hogy hát valóban legyen, ez olyan, mint egy cégnél is, hogy ne legyen minden munkavállalónak beleszólása abba, hogy mi a stratégiai irány. Azért van egy menedzsment, hogy ezt meg eldöntse, meghatározza és menjünk tovább, csak itt ez nem egy cég, hanem szuverén tagállamoknak a közössége, akik úgy döntöttek a második világháború után, hogy jobb együttműködni, mint külön irányba jönni-menni a nagyvilágban, mert annak meg volt az eredménye. Az első, majd a második világháború, majd a hidegháború kapcsán, ez nem tett jót ennek a kontinensnek, csökkentette a versenyképességét, az együttműködés lehetőségét, nem használták ki a különböző tagállamok azokat a szinergiákat, ilyen modern divatos szóval élve, amik megvannak, vagy komparatív előnyök, hogy egy másik ilyen műszot hozzak ide, nem volt közös piac, ahhoz, hogy Ausztriával kereskedjünk, ilyen-olyan védővámokat kellett fizetni, ez nem tett jót, mert mondjuk az Egyesült Államok, meg a Szovjetunió, ami egy nagyon rossz emlékű képződmény, és most tulajdonképpen a restaurációja ezzel az orosz-ukrán háborúval, meg egyéb regionális konfliktusokkal, az mégiscsak unió, egységes piac volt, meg egyébek. És erre jött létre az unió, hogy hát akkor legyen nekünk is egy ilyen együttműködés, hogy a versenyképességünket a világ többi részével meg tudjuk őrizni, illetve van egy civilizációs hegemónia a nyugati világon belül, az egyik része az Észak-Amerika, a másik része meg Európa, tehát összefügg a kettő, mert ugye az észak-amerikai civilizációnak a gyökerei azok Európában vannak. És azért az látszik, most lehet ilyen történelmi példákat mondani, hogy volt idő, amikor a Közel-Keleten a civilizáció előrébb tartott, volt idő, amikor a mai Kína területén a civilizáció előrébb tartott, de a kereszténység megjelenése óta, amióta van egy olyan kohéziós erő a nyugati ember számára, még a mostani agnosztikusok, ateisták számára, van egy olyan civilizációs mintázat, amit érdemes követni. Ez volt az alap, amire fel lehetett építeni az elmúlt két évezred alatt egy olyan civilizációs előnyt, amit ma nyugati civilizációnak hívunk. És ezt ismerték föl Adenauer, de Gasperi, meg sokan mások, hogy annak ellenére, hogy volt két világégés, van egy olyan civilizációs alap, amire érdemes egy együttműködést építeni. Megint egy újabb EU-s műszó, szubszidiaritás, ott, ahol az állami döntéshozatal hatékonyabban tud egy döntést végrehajtani, ott legyen tagállami döntéshozatal, ott, ahol az EU mondjuk a közös piac védelme érdekében hatékonyabban tud fellépni az EU-s intézményrendszeren keresztül, ott legyen egy közös intézményrendszeri döntéshozatal. Na, ezt akarják most aláásni, akár azon az áron, hogy a versenyképességünket és a civilizációs hegemóniánkat is sútba dobjuk, csak azért, mert vannak olyan
föderalista törekvések, ami szerint mindenféle nemzetállami csökevényt le kell vágni az uniós együttműködésről, mert ezek kerékkötői közös döntéshozatalnak, és akár még a versenyképességünknek, meg még egyszer mondom, a civilizációs előnyünknek a kárára van egy ilyen föderalista törekvés, ami mögött egyértelműen egy ilyen progresszív, balos, utopisztikus gondolkodásmód van, hogy csináljunk egy ilyen brüsszeli falansztártot, mindenről majd döntést hozunk, régi sztorik ezek, meg ilyen demagog dolgok, de uborka görbület, tyúkketrec méret egyebek, és elfelejtik azt a alapításkori gondolatot, hogy helyben sok esetben több ész van. Uh-huh. És ezt képviseli Magyarország, meg egyébként más tagállamok is vannak, akik így gondolkodnak, hogy legyen egy közös piac, működjünk együtt, de politikai értelemben helyben több az ész. Uh-huh. És ezért van szükség nemzeti konzultációkra két választás között, hogy ezt demonstrálni is tudja a magyar kormány. Ez egy hungarikum amúgy, ezt lehetne másolni bárhol, mert szerintem az olaszok, a franciák, a belgák, a hollandok is sokszor elmondanák a véleményüket két választás között arról, hogy mit gondolnak bizonyos kardinális kérdésekről, ami az Európai Uniós intézményrendszernek az asztalán van, akár a háború finanszírozása, ez a egyhangúságnak a kidobása helyett többségi döntéshozatalra való átállás. Most csak megint egy gyors példa, egy cikkeznek a gondolatén, de emlékezzetek vissza, amikor az alkotmányos szerződésről, a lisszaboni szerződés előtti tervezetről volt népszavazás, azt nem az, ugye nem voltunk még akkor tagok, amikor ez a népszavazás volt, de nem az újonnan csatlakozó, frissebb demokrácia élménnyel rendelkező társadalmak szavazták le, hanem a hollandok pedig és a franciák döntöttek úgy, hogy nem akarnak egy nagyon erős integrációt. Tehát azok, akiket ma új, azok a társadalmak mondtak nemet a még föderálisabb Európára 20 évvel ezelőtt, akikre úgy tekintünk ma, hogy a franciák meg a Beneluxok a föderalizmusnak a motorjai. Most a viták közepette föderalizmus vagy nemzetállamok, úgy látszik, hogy az EU, és ez már évek óta megy, szerintem már több mint egy évtizede megy, de közben az Európai Unió teret veszít. Szinte minden kérdésben, gazdasági hatékonyság kérdésében, gazdasági verseny kérdésében, politikai hatékonyság kérdésében, döntéshozatali mechanizmusok kérdésében, akkor Magyarország mit szeretne ebben a katyvaszban elérni? Mert úgy látjuk, szerintem a nézők, hallgatók is úgy látják, hogy az Európai Unióban, mintha egy ilyen anarchista irány győzedelmeskedne jelen pillanatban, és nem tudjuk, hogy merre az arra. Sőt, még talán, hogyha így messzebbről nézünk rá, úgy is tűnhetne, erről beszélt miniszterelnök úr Svájcban a Weltwoche jubileumi ünnepségén, hogy Magyarország a fekete bárány. Holott szerintem egyébként ez egyáltalán nincs így, hogy a magyar stratégiai gondolkodás középpontjában két dolog áll, az egyik a nemzeti szuverenitás védelme, a másik pedig az Európai Unió, mondjuk úgy, hogy helyreállítási tervének a megalapozása. És erre van is egy magyar recept, erről szintén Orbán Viktor beszélt több alkalommal, amit az elmúlt időszakban Magyarország kidolgozott, csak ugye az a probléma, amiről itt az előbb Péter is beszélt, hogy az a törésvonal, az a szuverenista versus globalista törésvonal, vagy föderalista versus szuverenista, hogyha az Európai Unión belül értelmezzük, az a britek kilépésével ugye sajnos egyensúlytalanságot idézett elő. Ahogy a britek kiléptek, úgy Magyarország, illetve a V4-ek, ahol szintén azért látunk néha-néha esetenként kormányváltásokkor különböző problémákat, egyszerűen a szuverenista álláspont képviseletében hátrányba kerültek, nagyon röviden összefoglalva, és van még egy adalék, ugye az Európai Bizottság korábban, mint a szerződések őre funkcionált, nem volt klasszikus értelemben vett politikai feladata, Junckerék ezen sajnos változtattak, egy politikai testületté minősítették át az Európai Bizottságot, aminek az lett a következménye, amit egyébként ma is látunk, hogy az Európai Tanács helyett, ami ugye az állam és kormányfőket összegzi, a döntéshozatalt megpróbálják a különböző brüsszeli intézmények között újraosztani. És ugye erre látunk azért különböző kiváló próbálkozásokat, például az a migrációs paktum, amiről majd a kedves választók a nemzeti konzultációban, illetve már most is kifejthetik a véleményüket, az nem egy olyan javaslat, amit az állam és kormányfők egyszer csak megálmodtak, hanem ez a bizottság, illetve a parlament részéről egyfajta kóprodukcióként fogalmazódik meg. És egy ilyen helyzetben, hogy válaszoljak a kérdéseidre is, mi Magyarország célja? Hát az, hogy a magyar Európa modellt azt elfogadják. És az miről szól? Három pillére van, nagyon röviden összefoglalom. Az első, nem a segélyalapú társadalmakat kell kiépíteni, a munkaalapú társadalom van szükség. A második, hogy a migrációt minden tekintetben, az illegális bevándorlást legalábbis el kell utasítani, helyette egy családalapú, családpolitikai fordulatot kell az Európai Unió egészében elérni. A harmadik pillér az pedig az, hogy
Nem szabad ebben az elzárkózás versus konnektivitás vitában az elzárkózás pártiaknak győzniük. Magyarország tekintetében ez azt jelenti, hogy a nyugat és kelet találkozási pontjának kell lenni, ami egyébként az Európai Unió érdeke is lenne, hiszen erről péntek reggel beszélt a miniszterelnök a Kossuth Rádiós interjúban. Európa szíve mégiscsak a közös piac, a gazdasági együttműködés, a béke fenntartása érdekében. Tehát röviden mi ezt szeretnénk elérni, csak hogy vannak olyan korlátozó tényezők, és az előbb feltettél kvázi három kérdést, és vagyok abban a helyzetben, hogy kiválaszthatom, hogy még erre hagyd válaszoljak, kérlek, hogy miért van szükség szuverenitásvédelemre. Azért van szükség szuverenitásvédelemre, szintén a péntek reggeli interjút javaslom mindenki figyelmébe, mert időről időre de előfordul, hogy különböző nagyhatalmak megpróbálják a saját befolyásukat érvényesíteni, úgy is, hogyha az egyébként a nemzetállami szuverenitással szembe ütközik. És ennek két módja van. Az egyik módja az, hogy olyan politikai szereplőket támogatnak, akik a hatalomba igyekeznek, különös tekintettel választásokat megelőzően, a másik pedig, hogy már hatalmon lévő kormányokat próbálnak meg gazdasági, politikai, kulturális kérdésekben egy picit finoman fogalmazva terelgetni. És a szuverenitásvédelem az nem másról szól, mint arról, hogy a nemzeti önrendelkezés, vagyis az, hogy a magyar sorskérdésekről a magyar emberek dönthessenek, ez teljes biztonságban legyen. És ennek voltak eddig is garanciái, erről majd talán később beszélhetünk, de az a helyzet, hogy ezeket megpróbálták kijátszani, és a 2022-es országgyűlési választáson sajnos vagy nem sajnos, mindenki döntse el saját maga szempontjából, a magyar baloldali ellenzék átlépte a Rubikont. Ugyanis 1990 után volt egy közmegegyezés a magyar politikai szereplők között, ami arról szólt, hogy külföldi támogatást pártok nem fogadnak el. Ugye a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény ezt egyébként törvényi erőre is emelte, mert kimondta, hogy pártok külföldi szervezettől, más államtól, illetve nem magyar állampolgár természetes személytől forrásokat nem fogadhatnak el. Mi történt 2022-ben a választási kampányban? Hát az történt, hogy ilyen vagy olyan módon, de külföldi pénzek jutottak az ellenzék kampányába. Vissza az Európai Unióra. Az Európai Unió szuverén? Mert hogy ez is egy nagy kérdés. Az önrendelkezés joga ott van Európánál, Brüsszelnél? A föderalizmus abban az irányba hatna, hogy egy központból dönthetnének politikai kérdésekben. Most több központ van, minden országnak a fővárosa. Hatékonyság szempontjából egy központ, az ugye Kissinger mondta, a néhai Kissinger most halt meg a napokban, hogy valakit fel kellene hívni Európában, és ő nem tudja, hogy kit hívjon föl. Így tudná, mert Brüsszelt kellene felhívni. Hatékonyság szempontjából az amerikaiak utasítására akkor egy csatornát kell felhívni, és akkor ők teljesítik hosszú, a parancsokat. Hosszú ideig egészen talán Merkel kancellárságáig, az lett volna Kissinger kérdésére a válasz, hogy a német kancellárt kell felhívni. Most amióta Scholz a kancellár, én azt javasolnám Kissingernek, ha még itt lenne közöttünk, és te Isten nyugosztalja, egy hatalmas tudású és a nyugati világdiplomáciára mai napig hatással rendelkező államférfiről beszélünk. Nagy nyomot hagyott azért. Nagy nyomot hagyott. Szovjetunió, Egyesült Államok, Kína. És ugye egy német származású amerikai politikusként megvolt benne a képessége. Németországnak hullámzik általában a politikai teljesítő képessége, de a németeknek köszönhetjük a realpolitik kifejezést. És ő ezt a csúcsra járatta, amikor külügyminiszter... A Bismarcki realpolitikából kiindulva. Tehát, hogy ő nagyban hozzájárult a Szovjetunió meggyengeléséhez, és az egyensúly politikájának a kialakulásához a 70-es évek elejétől kezdve, amit követett egyébként az USA sokáig, de visszatérve, kit kell fölhívni. Én azt mondanám Kissingernek, hogyha ezt élne és megkérdezni, hogy a Fehér Házat kell fölhívni akkor, amikor az európai csúcsvezetőkkel szeretne beszélni, hogy mi itt a stratégiai irány. Hát végül is belföldön telefonálna, nem lenne olyan. Ami egyébként nem baj, mert megint hangsúlyozzuk, hogy az USA Európának az első számú és a legfontosabb szövetség, ez akkor is így van, amikor viták vannak közöttünk. Csak szépen kérjük az Egyesült Államokat, mint európaiak, és ebben volt Trump elnöksége kiváló, neki az volt, hogy America first. Tehát az USA az első számára, de őt nem zavarta, hogy Európa azt mondta magára, vagy az európai tagállamok, hogy ha neked az Amerikai Egyesült Államok az első, ami így van, rendjén, mert az Egyesült Államok vezetőjének így kellene gondolkodnia, akkor hadd legyenek a
szövetségi rendszerben helyet foglaló államoknak a vezetőinek ugyanez a gondolata, hogy akkor nekünk Magyarország az első, Hollandia az első, Németország az első, de egyébként lehetne Sármisennek meg von der Leyennek is az a gondolata, hogy számunkra olyan kérdésekben, amikor közösen kell fellépnünk, akár kereskedelmi, védelmi, egyéb geopolitikai szempontból Európaként a világ politika színpadára, akkor nekünk legyen Európa az első. Na, ez most nincsen, hanem próbálnak az európai vezetők, vagy valamiféle belső indítatásból ilyen ideológiai kérdésekben ilyen szélsőséges álláspontot képviselni, vagy ugye úgy tekintenek, hogy a nyugati világnak az egyértelmű vezetője most is az Egyesült Államok. Lehetne ez egyébként egy kollégialitás, tehát lehetne egy európai-amerikai tandem, de nincs, mert egyszerűen gyenge Európa. Nincsen olyan közös politikai akarat semmilyen kérdésben, amit közös lehetne képviselni, és egyértelműen ilyen amerikai progresszív érdekeket képviselnek az európai döntéshozók. De visszatérve az eredeti kérdésedre, amúgy ez lehetne jó is, hogyha normális vezetés lenne az Egyesült Államokban. Tehát lehetne befolyásra az Egyesült Államok Európára, mindig is volt. Trump idején ez jobban működött, most nem, mert most a progresszív agendának az ilyen expanzív amerikai politikának az impaktja van az európai kontinensen, ami éppen nem egyezik sok esetben az európai érdekkel, de hogy van-e szuverenitása az Európai Uniónak, hát minden szuverenitását a tagállamok adják az Európai Uniónak. Tehát ez nem egy szövetségi állam, még csak nem is egy államszövetség, hanem szuverén tagállamoknak az önálló elhatározásából származó együttműködése, amit szerződésbe foglaltunk, de talán múlt héten is beszéltünk erről, hogy szól az alaptörvényben az EU-s klauzula, hogy a Magyarország nem mond le a szuverenitásáról, hanem szuverenitásának a bizonyos elemeit a tagállamokkal közösen az európai intézmény rendszeren keresztül gyakorolja. És ez így van a német alaptörvényben, a Grundgesetzben, és még számos tagállami alkotmány így rendben. Nem mond le a szuverenitásáról. Vannak intézmények, közösen hoztuk létre tagállamokként, azokba közösen küldünk politikusokat, bürokratákat, akiknek az a dolga, hogy bizonyos esetekben az egységes álláspontot képviseljék, bizonyos esetekben pedig a tagállami álláspontot érvényesítsék a közös döntéshozatal alapján. És ezt próbálják, tehát hogy az eredetét próbálják meg kilúgozni a föderalisták az Európai Uniónak, és nem lehet a tagállamokkal szemben, meg a tagállami akarattal szemben valamit áterőszakolni a tagállamok felett, mert ez nem fog tudni működni. És látszik az, hogy Nem szeretem ezt a vágyvezérelt gondolkodást, de most már vannak bizonyítékai annak, hogy még a föderalistának tekintett államokban is, nézzük csak a holland választást, ezek ilyen szimptomák, tünetek, hogy nem lett Hollandia azzal, hogy Geert Wilders pártjára szavaztak a legtöbben most a szuverenista európai mozgalmaknak az zászlóvivője, de látszik egy olyan tendencia, hogy az európai átlag polgárok bizonyos kérdésekben nem értenek egyet azzal a brüsszeli fősodorral, hogy ide bevándorlókat kell számolatlanul engedni, hogy ne Amsterdamban, hanem Brüsszelben dőljön el az, hogy a holland gazdák, ami lesz, ez nem tetszik nekik. Tehát a nyugat-európaiak jelentős része is úgy van vele. És egyébként ez nem biztos, hogy jó, mert az, ha mondjuk Wilders valóban többséget tud szerezni maga mögé abban a kérdésben, hogy mondjuk Hollandia kilépjen-e az Unióból, vagy nem, hát legyen-e erről népszavazás, az mondjuk Magyarországnak nem érdeke. Sokkal jobb, hogy Wilders képes lett arra, hogy egy kormányalakítást megkíséreljen, mert szerintem az esetek többségében Magyarországnak egy jobb oldal által vezetett Hollandia szövetségese lehet, de az a baj ezzel a mostani brüsszeli döntéshozatallal, hogy az elmúlt 10 évben nem csak úgy gyengül, hogy a befolyása gyengül, hanem kilépett Nagy-Britannia, és vannak olyan mozgalmak, akik szintén kiléptetnék a saját tagállamukat az európai, ami nem jó. Jó, hogy van egy unió, benne kell maradni, csak egyszerűen vissza kell venni ebből a politikai unióból, és arra kell használni az európai, amire létrehozták, hogy legyen béke a kontinensen, működjenek együtt a tagállamok, és a kereskedelmünket ne akadályozzuk mindenféle határellenőrzéssel, védővámokkal, meg egyebekkel, hanem legyen egy nagy közös piac, amiben szabadon tudunk munkát vállalni, együtt dolgozni, kereskedni, szolgáltatást vásárolni, egyebek. Erről szól az unió, ide kéne visszatérni, mert, és még egy gondolat, aztán nem akarom itt rabolni az időtöket, meg nyugodtan szóljál bele, de hogy tényleg az a baj, hogy van egy világok harca, most nem az Orson Welles értelemben, hanem úgy látszik, hogy jön föl Kína, különböző nagyhatalmi ambíciókat dédelgetnek a ruszkik újból, persze a mi kárunkra,
látszik, hogy a BRICS együttműködés, a nem demokráciák együttműködése gazdasági értelemben működik. Egy valami nem lesz szerintem, bármennyire átalakul a világrend, és mi úgy látjuk, hogy a mi kárunkra terveződik ez a világrend átalakulni. Egy valamiben nem lehet a világrendet átalakítani, és ezt kéne fölfogni a nyugati vezetőknek az Atlanti-óceán túlsó és innenső partján egyaránt, hogy van egy olyan kulturális, civilizációs hegemóniája nyugatnak, amit nem lehet túllépni, vagy túlszárnyalni, mert a nyugati civilizáción kívüli világ sokkal-sokkal rosszabb. Tehát igen, van vezető kultúra, a mi kultúránk a vezető kultúra. Egészen a 90-es évek, 2000-es évekig ezt a kultúrát akarta mindenki másolni. De a baloldali kommunista szélsőségek a kultúra mainstream-évé próbálják tenni a gendert, a bevándorlást, meg egyebeket, és érdekes módon ott kezd élhetetlenebbé válni a nyugati világon belül az élet, ahol ezeket a kultúrákat összekeverték. A Saint-Denis-ben Párizsban, meg Molenbeekben Brüsszelben, meg Camden Townban Londonban, ahol nagy arányú rosszabb minőségű kultúrákból ideérkező tömegek élnek, ott lett élhetetlen a nyugati világ. Ott, ahol ez nincsen, ott még mindig ez a vezető kultúra. És azon kéne dolgozni a nyugatnak, meg a nyugati embereknek, így a magyaroknak is, nem tekinteni ide-oda, hogy keleten jobb, nem jobb a kultúra, keleten vannak érdekek, amik miatt mi együttműködünk velük gazdasági értelemben, ez kell is, ahogy Erik is mondta, mi nem vagyunk érdekeltek magyarok abban, hogy egy hanyatló nyugati világnak a perifériára kerüljünk, a nyugati világot érdemes megmenteni saját magától, mert ez a vezető civilizáció így is fog maradni, ha csak nem döfjük saját magunkat combon. Annyi mindent mondtál, egy perc maradt. Igen. Egy perc maradt, Erik. Hát akkor próbálok gyors lenni. Nem, egyrészt azért, folytassuk a kommunista blokkot ezzel. És folytatjuk majd a második. Egyrészt azért nem akartam közbeszólni, mert mindennel egyetértek. Csak de annyi mindent mondtál, és annyi minden gondolat jött azzal kapcsolatban, amiről beszéltél. Csak egy rövid válasz, hogy onnan indultunk, hogy szuveréne szerintünk Európa. Igen. Szerintem egy olyan közösség, ami alapvetően a gazdasági együttműködés előnyeinek a kölcsönös kihasználására épül, nem lehet úgy szuverén és nem lehet úgy sikeres, hogy közben világpolitikai értelemben, vagy a világgazdaságban folyamatosan visszaszorul. És az Európai Unió tetszik vagy sem, de ha tisztán az adatokat megnézzük, akkor azt fogjuk látni, hogy a 2010-es évek óta folyamatosan visszaszorulóban van. És ennek van egy nagyon egyértelmű oka, Kína, ami valóban egy teljesen más kultúra, és én soha nem szeretném, hogy bármilyen értelemben erre a kultúrára legalábbis európai nyugati emberként felnézünk, de sajnos el kell ismerni, hogy jönnek fölfele, megerősödött az elmúlt időszakban, az USA is tartja magát, ellenben Európa folyamatosan süllyed le, és ez egy olyan probléma, amit meg kell oldani, mert erős gazdaság nélkül szuverén politika elképzelhetetlen. És azon gondolkodtam, hogy a Momentumra ezt hogy vezessük át, de majd megoldjuk a második fél időben. Nehéz dolgunk lesz, de sikerülni fog, úgyhogy tartsanak velünk. Folytatjuk is az igazság óráját, nagyon belemelegettünk itt a szuverén Európa, vagy nem szuverén, ki mondja meg, hogy Európa mit csináljon, tudjuk, hogy ki mondja meg, most a globalista, meg progresszív baloldal mondja meg Washingtonból, hogy Európa mit csináljon. Leegyszerűsítettem ugye a kérdést, mert az első fél időben Péter nagyon belemelegedett, tényleg ebben részletezte a dolgokat, de folytassuk ezzel. Hogy lehet egy föderatív Európát kialakítani? Amerikai Egyesült Államok a minta. De ott azért közös volt úgy nagyjából a nyelv például, a kultúra is közeg, azok az angolok, akik oda mentek az Egyesült Államokba, ott angolul beszéltek. Itt mondjuk nehéz ezt mondani, mert a magyarok magyarul beszélnek, a hollandok hollandul beszélnek, tehát a kulturális közegünk is, bár egy európai civilizációs közeg, de azért mégis más. Tehát nehéz politikai uniót létrehozni, nehezebb sokkal egy ilyen közegben, mint egy egynemű közegben. Az Egyesült Államokban, nem? Tehát, hogy mindig az Amerikai Egyesült Államok a példa, de ezt nem vesszük számításba akkor, amikor erről beszélünk. Hát igen, ritkán szoktunk vitatkozni, most eljött ennek az ideje. Na, is tessék. Végre, Tamás. Szerintem önmagában a kérdésfelvetés sem túl jó irány, ne érts félre. Azért nem, mert az kétségtelen tény, hogy szeretnének valakik egy ilyen föderatív irányba elmozdulni. De az egy másik kérdés, hogy ezt hogyan lehet megvalósítani, ezt a részét szerintem mondjuk pont jól vetetted fel, de azért egy dolgot tisztázzunk, tehát az Európai Unió gondolata, vagy a gondolatvilága az nem ehhez a kérdéskörhöz kapcsolódik, hanem ahhoz, amit a Péter is és én is feszegettünk itt az előzőekben. Kellett a második világháború után egy béketerv, egy béke megoldás, hogy lehetett ezt a béketervet elérni, a gazdasági értelemben a kölcsönös
érdekek elismeréseként össze kellett kapcsolni ezeket az országokat, és nyilvánvalóan ebben a béketervben az is szerepelt, hogy Németországot egy olyan politikai karanténba kellett helyezni, hogy ne alakulhasson ki még egy olyan konfliktus, ami később létrejött. És az Egyesült Államok példa az szerintem egyébként pont azt igazolja, hogy nem a nyelv feltétlenül, a közös kulturális közösség az, ami meghatározó, hanem az, hogy milyen intézményeket hoznak létre. És a brüsszeli bürokraták most éppen ezen gondolkoznak. Hát nézzétek meg, amiről az előbb beszéltünk. Egyhangúság eltörlése. Milyen irányba mutat? Olyan irányba mutat, hogy az Európai Unió alapszerződéseit módosítani kell, ami nyilvánvalóan nem csak abból állna, hogy az egyhangúságot törölni kell, hanem a különböző közösen gyakorolt hatásköröket visszanyírbálnák, és létrehoznának egy olyan csoportot, egy olyan politikai közösséget, ahol Brüsszel dönti el azt, hogy például a honvédelem tekintetében Magyarország mit engedhet és mit nem engedhet meg magának. Tehát én ilyen értelemben már az irányt is nagyon, nagyon rossznak gondolom, de még egyszer mondom, azt elismerem, hogy van erre vonatkozóan elképzelés. Ami pedig a második... politikai kérdések, én a kulturális közegről beszéltem, hogy nehéz megérteni egymást, igen, mert hogy mi is teljesen más gondolunk a világról, mint mondjuk egy holland gondolat. Igen, de erre is van egy válaszom, hogy ha ez egy releváns probléma lenne a föderalisták szempontjából, akkor gondolj bele, hogy a migrációt támogatnák-e valójában, vagy nem. Mert a migrációval, ahogy erről beszéltünk, annál nagyobb kulturális különbség nincs, mint amit most csinálnak, hogy a keresztény Európába nem keresztény illegális bevándorlók tömegét, akik egyébként sok esetben sajnos terrorista cselekményeket is képesek elkövetni, idehoznak. Tehát gondolj bele, hogy ez önmagában egy olyan... Ne éljenek, ne legyenek nemzetek. Igen, csak itt van egy olyan ellentmondás, hogy van egy olyan kulturális keveredés, ami aztán hosszú távon biztos, hogy megoldhatatlan, és én ezért mondom azt, hogy szerintem nem innen kell megközelíteni a kérdést, hanem abból a tekintetből, amiről már beszéltünk. Mi Európa érdeke? Az, hogy erős nemzetállamokon alapuljon. Hogyan lesz erős egy-egy nemzetállam? Hát úgy, hogyha erős lesz a gazdasága. De most nem ezt látjuk. Ugye erről már beszélt a miniszterelnök is, de szerintem érdemes felidézni, hogy a Nemzetközi Valuta Alap előrejelzései szerint 2030-ra a top 10 legerősebb gazdaság GDP alapon mérve, hogyha megnézzük ezt a top 10-es listát, onnan ki fog kerülni Franciaország, Olaszország, kikerülnek a britek, egyetlen egy európai, nyugat-európai szövetségesünk fog benne maradni, Németország, de ők is a mostani harmadik, negyedik helyről lecsúsznak a tizedik helyre. Igen. Tehát ha innen nézed, egyébként a föderalistáknak amúgy ez egy kedvező széljárás, mert ők ebben a helyzetben mondhatják azt, hogy a nemzetállami együttműködés nem működik, próbáljunk meg valami más. Tehát, és pont ennek a gondolatmenetnek pont ez a legnagyobb veszélye, hogy erre ráúszhatják az egészet. Csak ennek van egy másik következménye is, az elzárkózás, amiről már szintén beszéltünk, az pontosan ebből következik. Nincsen verseny, és ők erre fogva azt mondanák, hogy az elzárkózást kell támogatni, és van egy harmadik lába, a bővítéspolitika. Erről is beszélt, most vagy a Magyarok Állandó Értekezletének a találkozóján, vagy a Weltfoke beszédben Orbán Viktor, de ott azt mondta, hogy a bővítéspolitika ez egy ilyen falaszter, ezt próbálják most felhasználni arra, hogy a saját érdekeiket érvényesítsék. Mert mi történne a bővítéssel? Tegyük fel, felvesszük Ukrajnát, és felveszünk még 9 másik tagjelölt országot az Európai Unióba. Hát az történik, hogy megint csak az európai intézményrendszert újra kell szabni. És nyilvánvaló, és szerintem ezt a kedves nézők is ki tudják találni, hogy ez nem úgy történne, hogy az Magyarországnak nemzeti szempontból, a nemzeti érdek érvényesítése szempontjából kedvezően alakuljon. Péter? Ráadásul úgy gondolkodnak, hogy Ukránt kell fölvenni, és a másik többi tagjelöltet pedig nem. Nem. Igen. Szóval és nagyon messze menő igazságtalan a nyugat-balkáni országokkal szemben, akiknek évtizedek óta ígérgetik, meg folynak a csatlakozási tárgyalások, most Ukránát meg azonnal be akarják léptetni. És persze egyébként az lenne egy optimális világ, ahol egészen Írország nyugati partjától Ukrajna keleti határáig egy gazdasági térségben lennénk, és az unió az kiterjedne egész Európa területére, de most nem olyan a politikai helyzet, hogy erről érdemes legyen tárgyalni, és Ukrajna esetében, mert szerintem a szerbeket, macedónokat, montenegróiakat merébe kellett volna engedni, mert vannak annyira felkészültek az uniós csatlakozás, mint Bulgária vagy Románia. Akkor nézzük Magyarország belpolitikáját. Ajaj. Itt is megjelentek a globális érdekek. Hát már nem most természetesen. A rendszerváltás óta itt vannak, és itt vannak azok a pártok is, akik
hatalmon vagy ellenzékben, de kiszolgálják ezeket az érdekeket. Rendszerváltás előtt Kumbéla óta vannak. Hát igen, igen. Sőt, Frankella óta vannak. Visszamehetünk, igen, a 20. században is. Még magyar jakobinusok, Martinovics Ignácék óta vannak itt. Így van, így van. Vigyázó szemetek Párizsra, most igen. Washingtonra vessük mindig. Tehát itt van például a Momentum, amely a megalapítását is hát ilyen francia érdekeknek köszönheti. Nem? Hát ott az olimpia, no olimpia kampány, jövőre Franciaországban lesz az az olimpia, amit mi szerettünk volna megrendezni, de hát volt ez a Momentum, ami aláírás gyűjtésbe kezdett az olimpia ellen, és hát a franciák futottak be. De most a Momentumon belül, mintha egy kis töredezés lenne, meg nem értik meg egymást, hogy most akkor kell közös lista a Gyurcsánnyal, nem kell, a hazuggal, ugye, mert a Donát Anna erről beszélt, hogy ezekkel aztán soha többé egy listára nem kerülünk, és itt van most Budapest kérdése, mert hogy van egy ellenzéki indítvány, ugye ezt hangsúlyozzuk, mert a Mi Hazánk terjeszti a parlament elé, hogy itt Budapesten az önkormányzati választás listás választás legyen, a közgyűlési, így van 2014 előtt, és itt a nagy kérdés, hogy akkor a Momentum most mit fog tenni. Erik? Hú, messziről indítok, de gyors leszek, ígérem. Nem is olyan messziről. 2022 szerintem vízválasztó az ellenzéki együttműködés szempontjából, bár nem ez a magyar sorskérdések legfontosabbika, azt elismerem, de annyit talán rögzítsünk, hogy ezután a választás után tetszik vagy sem a kedves ellenzéki barátainknak, Gyurcsány Ferenc egész pályás letámadást indított. Miről szól ez az egész pályás letámadás? Arról szól, hogy Feri egyetlen egy dolgot szeretne elérni, a kedves volt miniszterelnök úr, mindenki úgy táncoljon az ellenzéki oldalon, ahogy ő fütyül. Na most ezzel lehet mosolyogni, sokan szoktak, Tamás, látom, hogy te is mosolyogsz, de vegyük például... Csak elképzeltem, hogy fütyül Feri, és akkor... A táncban ugye megmutatta már annó a tudását, de hát táncol. Most minden viccet félretéve nézzétek meg az elmúlt két hét politikai folyamatait. A demokratikus koalíció azt mondta az elmúlt időszakban, hogy hát ők még nem biztosak abban, hogy Karácsony Gergelyt fogják-e támogatni, nem tudják, hogy milyen együttműködés lesz a többi ellenzéki párttal, lebegtettek. Mindenki tudta, hogy ez miről szól, semmi másról, mint az ellenzéki háttéralkuknak ezzel próbáltak megágyazni. Erre jött, nem tudom, ki volt a politikai stratégia, nagyszerű ötletnek tűnt biztos az ő szemszögéből nézve, a Donát Csell, ami ugye arról szólt, hogy hirtelen a Momentum elkezdte megutálni Gyurcsány Ferencet. Sőt, rájöttek 6 év után, sokkal több év után, hogy Gyurcsány Ferenc hajlamos arra, hogy nem mond igazat. Képzeld el! Leesett nekik a tantusz nagy nehezen. Hozzáteszem, 2017-ben, amikor egy bizonyos Fekete Győr András volt még a Momentum elnöke a Olimpia kampány idején, ő akkoriban azzal házalt az ellenzéki szavazók számára, hogy azt mondta, szerinte Gyurcsány Ferenc vállalhatatlan politikus, nem fognak fele soha a közös listán indulni, és eltakarodhatna már a közéletből. 2017-ben ilyeneket mondtak, majd 2020 decemberében, emlékezzünk vissza, megjelennek a sajtóközlemények, hogy nem a 6 ellenzéki párt, a Momentum, illetve a Demokratikus Koalíció részvételével közös országos listát és közös egyéni választókerületi jelölteket indít. De ez csak egy zárójeles megjegyzés. Ami a mostani helyzetet illeti, Gyurcsány Ferencék eldöntötték, hogy nekik jó lesz Karácsony Gergely, az én meggyőződésem szerint azért, mert pontosan tudják, hogy ő csak egy kirakat ember. Az fogja irányítani a fővárost a jövőben is, aki egyébként most is tudta, a közgyűlés és azon belül is az, akinek többsége lesz. Gyurcsányék semmi mást nem csinálnak, az önkormányzati választásról beszélek most elsősorban, mint megágyaznak, vagy megpróbálnak megágyazni a saját politikai hatalmuknak. Őnekik egyetlen egy célkitűzésük van, teljesen mindegy, ki a főpolgármester jelölt, ő egyetlen egy dologra figyel, a közgyűlésben meglegyenek az emberei. Ezért csábította át Szalinszló Sándort az MSZP-től, Déri Tiborékat a Momentumtól, és még sorolhatnánk ezeket a politikusokat. És miért mondom azt, hogy a többiek meg úgy táncolnak, ahogy ő fütyül? Hát azért, mert amit a Feri bejelent, két napra rá a Momentum is megteszi. Az a Momentum, akinek a nem elnöke, de az egyik vezető személyisége, Donát Anna, nemrég még azt mondta, hogy... Ki az hát elnök? Már a Gerencsér Ferenc, képzeld el.
Az melyik? Miért a híres? A jó képességükkel nem tud beszélni? Igen, illetve aki múltkor ugye a parlamentben bevallotta, hogy hát ezt elrontotta, mármint a felszólalását, és azt valóban... Máshogy mondta, de azt most nem szeretném itt idézni. Legalább nem hazudik. Legalább nem hazudik, de csak ezt azért mondom el, mert a Donát Anna még emlékeztek rá, pár nappal ezelőtt mit mondott, hogy már 2022-ben is orbefogva tudták csak Gyurcsány Ferencet elfogadni, és nekik nagyon nehezükre esett az, hogy közös listát kellett állítani. Mit csinálnak most? Közös listát. Bejelentik, hogyha egyébként úgy alakul a politikai helyzet, ahogy alakul, akkor egyrészt hát beállnak Karácsony Gergely mögé, ahogy a DK is tette, ez megtörtént, és a DK már azt is előrevetítette, hogyha ebből a bizonyos Mi Hazánkos javaslatból bármi lenne, miszerint 2014 előtti listás rendszert állítanák vissza Budapesten, akkor ők közös listaállítást javasolnak az ellenzéki pártoknak. Na, fogadjunk, vagy nem fogadjunk, mert úriember biztosban nem fogad, de majd idézzük fel, kérlek titeket ezt a mondatot, ha még így összeülünk, és már megvan a közös ellenzéki lista, hogy én most megmondom, hogy biztos az lesz, amit a Feri akar, közös lista lesz, és a legtöbb befutó helyet a DK-s politikusok fogják megkapni. De itt van egy kegyelmi pillanat ismét a Momentum számára. Hát miért nem indítanak saját listát? Van három polgármester jelöltjük, vagy lenne, és akkor indíthatnának, nem? Péter. Az azt feltételezni, hogy ez egy önálló párt, meg azt feltételezni, hogy van annyira népszerű, hogyha a táblára kikerül az eredmény, akkor az nem megalázóan szégyenteljes a számukra, szerintem ez az oka alapvetően. Meg a másik az, hogy tulajdonképpen ami most zajlik így a nyilvánosság előtt, ez ebben a komcsik jók. Mert ezek ilyen eszközviták, tehát hogy a céljuk az, hogy valamiféle külföldi főváros kiszolgáljanak, és minél többet. Tehát a céljuk az kiszolgálni valamilyen nemzetközi érdeket, és minél többet ártani a saját nemzetállamoknak. Ez a kommunista program, most Momentumnak hívjuk, vagy Kommunisták Magyarországi Pártnak, vagy MSZP-nek, teljesen mindegy. Kumbéleik is ezt csinálták, most, hogy hívják, Momentum Déke is ezt csinálja. Geláncsérék. Geláncsér, vagy ki tudja éppen ki most, melyik hülye gyerek vezeti éppen azt az ovis társaságot, de hogy minél többet ártsanak a Magyarországnak, és a végén meg úgyis összeáll ez a massza. Ebben meg volt a komcsiknak, még amikor a MSZP-nek hívták őket a gyakorlata, hogy a Népszabadságban üzengettek egymásnak a különböző platformok, Baja Feri, mit tudom én, a Hilleréknek, meg a Lendvai Ildikó, a Csákabonyi Balázséknak, meg ezeknek az ilyen külön, tudod, a cenzora az SZTSZ elnöknek, meg most éppen ilyen jól fésült városi gyerekek vitatkoznak a Ferivel, de hát ez teljesen egyértelmű, hogy ez egy társaság. És azért is, tehát én attól félek, hogy a Momentumban talán komolyan gondolják azt, amit Donát Anna meg a Donát Annával hasonló véleménnyel lévők mondanak a Gyurcsányra, mert ha ők politikusok lennének, vagy komolyan vennék a politika logikáját, akkor ez egy felesleges ilyen öncélú hiszti lenne, amit most csinálnak, mert a politika az arról szól, hogy a szavazat maximalizálás egy választás előtt. Egy momentumos választó az nyugodtan leszavaz a DK-ra, mert ez a két párt ugyanazt a politikai étlapot kínálja a választók számára. Tehát, hogy nem érdemes hisztivel középről szavazatokat elcsaklizni, mert aki nem akar balra szavazni, aki nem akar a genderre, az idegen érdekek kiszolgálására szavazni, van olyan szavazó Magyarországon, akinek ez a program tetszik, de az pontosan tudja, hogy ha ezt a programot akarom, akkor ezekre kell szavaznom, akik majd úgyis összeállnak. Tehát, hogy ezzel a hisztivel nem fog tudni olyan centrista szavazatot, vagy bizonytalan szavazókat behúzni, akik nem szeretik a hazaárulást. Tehát felesleges. És ez a baloldal program, mindig eljátszák ezt, hogy ők több párt, meg ők, nekik vannak frakcióik, meg a belső vitáikat a nyilvánosság előtt folytatják le, de hát ugyanazt kínálják. Minek? Tehát most éppen nem az MSZP-ben van ez a sok frakció, meg az SZDSZ-ben, hanem tudom én, 6 pártban. Amiből valóban mérhető pártok, a Momentum mérhető, meg a DK mérhető, mert a Ferinek legalább bármennyire egy rohadt gazember, meg minden, ami rossz az elmúlt 20 évben, azt neki köszönhetjük. Neki legalább van egy politikai stratégiája az, hogy leuram a baloldalt, és vagy pénzzel, vagy egyéb zsarolás, vagy más módszerekkel besöpröm a vezető politikusokat a saját táboromba. És most ennek Donát Anna őszintén áll ellen, vagy csak eljátsza, azt nem tudom, de egyiknek sincsen értelme.
De azt nem gondoltuk volna, hogy Kunhalmi Ágnes lesz igaza. Mert ő igaz, hogy az uniós választásra akart egy közös listát, de aztán itt lesz Budapesten egy közös lista. Gondoltad volna, Erik? Hát, ki gondolta volna ezt, Tamás? A politikai tehetség mindig meglátszik. Tehát, hogy ki forja magát, és itt van, tessék. Látom, hogy provokálsz, hogy a műsorban elröhögjem magam, de csak azért sem fogom neked ezt az örömöt megadni, hogyha Kunhalmi Ágnes és a politikai tehetség szóba jön, hát nem tudom, nekem ez kicsit összeegyeztethet. Kunhalminek legalább igaza volt. Amikor van, valamiben volt igaza. De 22-ben elmondta, hogy az amerikai tanácsadók folyamatosan nyomták ezt az ukrán párti sztorit, és ő megmondta, hogy erre nincsen fogadókészség a magyarok részéről. Persze, tehát, már a választás után ugye kétharmad, egyharmad lett az De ebből is tetszik, hogy nem jó kommunista Kunhalmi, mert ha jó kommunista lenne, nyilvánosság előtt a választási kampány közben mondta volna el az ellenvéleményét, nem utólag. Tehát ő egy rossz kommunista, mert elhallgatta a véleményét akkor, amikor tétje volt. Sajnálom, de a Kunhalmi párti koalícióhoz nem csatlakozom ettől függetlenül. Kikérem magam. Nagyon sajnálom, Péter. Elnézést. Magamtól is. De ami egyébként, hogyha egy picit komolyabbra fordíthatom a szót, bár elég nehéz abban megértek, mert a helyzet kicsit komikus, az végül is az, hogy persze én értem, hogy most az MSZP nagyon boldog, illetve Kunhalmi Ágnes, hiszen a DK őket kereste meg elsőként, mert pontosan tudja, hogy az MSZP önállóan nem érne egy 5%-os bejutási küszöböt. Tehát mi történt? Előre leosztották egyébként a budapesti kerületeket, ahogy azt egy-két sajtóorgánum már megírta korábban. És azért még egy dologról ne feledkezzünk el itt a nagy mosolygások közepette. Emlékezzünk meg arról is, hogy micsoda nagy demokrácia uralkodik a Momentumon belül. Mert ugye Donát Anna szavai, hát legalábbis mondjuk úgy, hogy ellenérzéseket váltottak ki egyes képviselőikben, és ugye ott van a bajai polgármester asszony Nyirati Klára, akiről szerintem életünkben nem hallottunk volna, de most legalább megismerhetjük, aki azt mondta egy nyilvános beszélgetésen, hogy ő több momentumossal is beszélt Donát Anna kijelentéseiről, többek között Soproni Tamással, illetve Fekete Győr Andrással, és egyetértettek abban, hogy a Momentum arca hülyeségeket beszél. És ezért most mi történik szerencsétlen Nyirati asszonnyal? Hát az történik, hogy fegyelmi eljárás fog vele szemben indulni. Szóval tanulnak azért a momentumosok ezektől a kommunistáktól. Szerintem azért ezt állapítsuk meg. Ebben ügyesek. Egymást leszalámizni szerintem kifejezetten jól fogják. Nyírjuk ki azt a polgármesterünket egyébként, aki saját jogon képes volt nyerni. Persze, hát a választások előtt fél évvel van ennél jobb ötlet? Hát nincs. És ez hoz szavazatot, hogy így vitatkoznak? Nyilván, de jó kérdés. Hoz a kormánypártoknak, persze. Igen. Mi lesz a kutyapárttal, hogyha már itt tartunk, ők hova tartanak, vagy hova mennek, vagy mennek-e valahova, vagy... Abban látszik, én értem azt a jelenséget, hogy a rosszul működő nyugati demokráciáknak az egy tünete, hogy létrejöhetnek viccpártok, amik népszerűek lesznek. De ahogy ez komolyá válik, akkor hirtelen előállnak a farbával, mert bejelentette elég drogos kinézetű ki az elnöke a pártnak, hogy hát ők... De biztos nem az, csak rossz napja van. Azt mondtam, hogy kinézetű, igen. Ezek után a nevét inkább nem mondjuk. Igen. Sok elnézetű. Ez egy magánvélemény. Éjszaka. Aki valamelyik ilyen komcsi portálnak nyilatkozott, hogy hát ők egy önálló párt, meg így, meg úgy, meg ők sosem tagozottak be az ellenzékhez, meg nem is támogatja Karácsony Gergely, de azt a szíveseket azért megteszik nekik, hogy nem indítanak rá jelöltet. Most akkor megint van még egy párt, aki igazából a komcsikhoz tartozik, csak eladja magáról, hogy független meg, és mindegyik így indult. A Momentum is így indult, emlékszem még, amikor 17-ben itt kinyírták az olimpiát, akkor volt ilyen határon túli magyarokért aggódó tagozatuk is, meg egyebek. Ezt most már elfelejtették, most van magyar ellenesség, idegen érdekkiszolgálás, meg gender propaganda. De egyébként azért a magyar, csak eszembe jutott, mert ugye most volt nemrég pár nap azelőtt a románoknak a nemzeti ünnepe, hogy azért sokat változott a magyar társadalomnak az immunrendszere, mert azok a komcsik, akik kormányon voltak 2002 vagy 2003-ban volt, hogy Nastase volt a román miniszterelnök, Medgyessy a magyar miniszterelnök, Árpi bácsi már nem volt hivatalban, de még szívesen mutatkozott az elvtársaival, és ki volt ott még Kovács László külügyminiszterként, a románok nemzeti ünnepén, ami azért nemzeti ünnep, mert elcsatolták Magyarországtól Erdélyt, együtt kocinthattak úgy a Kempinskiben, a magyar vezető hivatalban, a politikusok a román miniszterelnökkel, Magyarország történelmi egyik legnagyobb gyásznapjára, hogy ennek nem lett akkor következménye. Ma már annak is van, hála a jó Istennek, következménye, hogyha a Momentum aktuális hülye gyereke
elnöke éppen egy román pártnak a kongresszusán Magyarországgal és az erdélyi magyarsággal szemben politizál, súlyosbítva ezt azzal, hogy még románul is szólal meg. Szóval ez csak egy ilyen a komcsikről jutott eszembe, hogy ma már ezt nem lehetne büntetlenül megtenni, 20 évvel ezelőtt még meg lehetett. Változik a világ. Változik a világ. Egy kedves közös ismerősünk szokta azt mondani, hogy azért a hazaárulás nem mindig kifizetődő. És egyébként rövid távon sem feltétlenül, szerintem és hogy ez mennyire így van. Ugye azért a Donáté kapcsán azt is jegyezzük meg, hogy ők az Európai Parlamentben is rendszeresen mennek jelentgetni. Hát, és minden olyan indítványt és minden olyan EP-s előterjesztést megszavaznak, amiben legalább egyszer ott van, hogy fúj Orbán, és egyébként az EU-s pénzeket Magyarország még csak véletlenül se kapja az meg. Az aktuális magyar gyűlöl LP képviselőnek kimondja tolba azt a sok hülyeséget. Most Daniel Frein most ugye a kijelölt magyar gyűlöl, korábban ez a Tavares volt, meg a Sargentini, meg egyebek. Meg a Corfield. Nyilván ezeknek a momentumos lányok, meg a többi ellenzéki EP képviselő mondja tolba, hogy éppen mit kell hazudozni Magyarországról német nyelven, vagy holland nyelven, vagy az aktuális nyugat-európai magyar gyűlölőnek az anyanyelvén. Hát folytatnám még, de sajnos lejárt az időn. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. A nézőknek és a hallgatóknak is köszönöm a figyelmet. Ezt a műsort meg lehet nézni a YouTube csatornánkon, meg lehet hallgatni a Spotify csatornánkon is. Köszönöm még egyszer a figyelmet. Minden jót, viszont látásra, viszont hallásra.